Nagyon-nagyon örülök ennek a rendezvénynek, hisz látványos, hogy mennyire jó ez az összefogás. A Táncsics Mihály általános iskola igazgatója köszöntötte elsőként mindazokat, akik elfogadták a meghívást az immár 12. Budai út napjára. Rimóczi Gábor kiemelte nagy köszönet a Budai úti iskoláért alapítványnak és a Ceglit Kapuja Egyesületnek azért, hogy ez az esemény évről évre meg tud újulni. A Budai út napját 2013-ban rendezték meg először, bár akkor a Budai úti iskola 100. születésnapja volt ez igazából. Ebből nőtte ki magát az a rendezvény, amelyen évről évre egyre színesebb programok várják mindig a gyerekeket, felnőtteket, tanárokat, szülőket. Ráadásul valóban civil kezdeményezésként szervezik meg azóta is minden évben. Annak örülök legjobban, hogy ez egy civil kezdeményezés. Se az önkormányzat, se nem tudom ki, senki. Ezt civilek hozták össze, civilek szervezik, civilek hozzák össze a csapatokat, civilek hozzák össze a főzőket, tehát semmiféle hivatali, állami nyomás, beavatkozás nincs ezen a rendezvényen, és ez ezért a legjobb, mert civilek csinálják, és mindenki önkéntesen jön ide, és jól érzi magát. Legyen ez az összekapcsolódás, a jó beszélgetések napja, mondta Földi László. Tótné Kisbali Eleonóra pedig azt is számba vette, hogyan és miben újulhatott meg az elmúlt években ez a tagintézmény, pontosan az összefogásnak köszönhetően. A rendezvény nagyon fontos szerepet tölt be a városrész életében, és szerencsére már nem csak a városrész életében, mondta dr. Ferenczi Norbert önkormányzati képviselő. 12-ére vagyunk itt, a szám már önmagában mutatja, hogy szeretik a rendezvényt a helyiek, és automatizmusok vannak. Ami azt jelenti, hogy bizony már elfelejtjük fölhívni azokat, akik mindig jönnek, mert biztosak vagyunk benne, hogy itt lesznek. És még akkor is itt vannak, ha az internetre kitett meghívóból tudják, hogy szeptember első szombatján nekik kötelességük van. És mára már ez talán nem kötelesség, hanem egy olyan beszélgetős együttlét, aminek nekifutni ugyan egy picit nehéz, de amikor már mindenki itt van, akkor már mindenki őrül annak a ténynek, hogy újra együtt vagyunk, egy picit beszélgethetünk. És persze arra is jó alkalom, hogy meghallgassák, milyen kérdések, problémák foglalkoztatják az itt élőket, mire kell választ, megoldást találni, mondta. Bár ez a nap mindenképpen a kikapcsolódásé, légvár, íjászat, finom ételek, az anyaiskola alapítványának támogatásaként palacsintabár, de még ingyenes szűrővizsgálatok, robotika és kutyás bemutató is várta az ideérkezőket. Szintén hagyomány, így most is megrendezték a futballtornát is. Locska Tibor szervezésében várta most is a megmérettetés, és persze a kupák és érmek az amatőr, de annál lelkesebb focistákat. A több mint 10 fős csapatok azt mutatják, sokaknak kedves ez a sport. Locska Tibor pedig azért vállalja minden évben a szervezést, mert tulajdonképpen ő itt lett a foci szerelmese. Ide járt iskolába, és tért vissza utána is rúgni a bőrt. Akkor volt a Gács Ferenc igazgató, és szólt nekem, mert mindig elkértük a kapukat, nem volt nekünk semmi sem. És elkértük a kapukat, és mondta, hogy be kell keríteni a pályát. Összeszed, azt mondta, szól a honvédségnek meg minden, de nem jött a honvédség. Összeszedtem valami 20 embert, tehát ez a foci szeretet, és elkerítettük a pályát egy hétvégén. Ástuk ki a lukokat, és én ezt azóta csinálom. Én még mikor katona voltam Táborfalván, onnan is hazajöttem, mert voltak annak idején a utcáterek bajnokság, és azon is mindig, első hárman mindig ott voltunk. A finomságok, a foci, a jó beszélgetések mellett természetesen most is kinyitott a most már muzeális értékeket hordozó iskolaterem is, ahol láthatták a fiatalok, hogyan is nézett ki egy tanóra mondjuk 100 évvel ezelőtt. 2x2, 4x3x2, 6. A színes rendezvényről hosszabb beszámolót is láthatnak mai Háttérmagazinunkban.